Hétből hétbe címmel háromnapos kórus és utcafesztivált szervezett Erzsébetváros önkormányzata a Rózsák terén, illetve a Közösségi Házban. A hétvégén lezajlott eseményen részt vettek a kerület oktatási és művészeti intézményei. A számtalan kulturális esemény mellett a kicsiket a kézművesek kreatív játékaikkal, a pedagógusok gyerekfoglalkozásukkal várták. Budapesti Vándorkórus, Vándor Sándor karnagy nevét viselő Vándorkórus keresett meg engem egy kórusfesztivál igényével, amit tavaly is megrendeztek már Erzsébetvárosban. Én nagyon örültem, hiszen én is zenész vagyok, tehát a szakmám által is értettem az ő szándékokat. Erre fűzte rá Erzsébetváros önkormányzatra egy háromnapos, úgymond erzsébetvárosi napokat, tehát a hétből hétbe fesztivál. És tényleg úgy érzem, hogy felpezsdült Erzsébetváros külső része is, ahol eddig jóval kevesebb program állt a lakosság rendelkezésére, úgyhogy szerencsére sikeres napot tudunk magunk mögött a tegnapi, a szombati, hiszen rengeteg látogatója volt a rendezvények, az összes kerületi iskola oda képviseltette magát, és kis műsorokkal feléptek a színpadon, úgyhogy természetesen voltak a gyermekek szülei, tehát azt lehet mondani, hogy összegyűlt Rózsák terén Erzsébetváros lakossága, apja és nagyja. Goodbye. They left me with eyes that cried. How can I get along without you? You took the part that once was my heart. So why not I take all of me? Let's go. Kis alapterületen, de a legkisebb zöld területtel rendelkező városrész Erzsébetváros, viszont egy patinás, gyönyörű része Budapestnek. Tehát egyszerűen kihozni az embereket az úgymond dobozokból, az intézményekből, az otthonokból, lakásokból, kicsit találkozhassanak egymással, családias körülmények között, programok között, ahol idős és fiatal egyaránt megtalálhatta a számítását. Itt pedig a Veselény utcai Közösségi Házban pedig a Kórus Fesztiválnak a záró koncertje, ahol egy zeneszerzői díjnak az átadása is sor kerül, és ezzel záródik ez a kulturális programsorozat. Erzsébetváros nem rendelkezik valódi közösségi térrel, leszámítva ezt a közösségi házat, ahol most vagyunk. Ez az első lépés a felé, hiszen az önkormányzat tervezi már egy idő óta, hogy közösségi tereket hoz létre. Közösségi tereink valóban szerteposzlottak, hogy úgy mondjam, fel kell ezeket építeni szépen lépésről lépésre. Szerintem a Rózsák tere egy gyönyörű patinás környezet, ugyanakkor egy családias hangulatot sugárzó zöld felület, ahol én úgy érzem a tegnapi nap kapcsán, hogy az emberek nagyon szívesen jöttek. Babakocsival, kibottal, családok, rengetegen voltak.
Ez egy nagyon szép polgári környezet arra, hogy találkozhassanak az emberek egymással Erzsébetvárosban is, hiszen tudjuk, hogy a legkisebb alapterületű és a legkevesebb zöld felülettel rendelkező kerület a miénk. De intézmények, lakások falai között az emberek élnek, de keveset találkoznak egymással. Keveset vagyunk ember közelben, vidéken ez sokkal könnyebben megoldott, sokkal természetesebb a találkozás. Én nagyon-nagyon örülök, hogy itt vannak mindannyian, és külön szeretném megköszönni a srátakban résztvevő gyermekekkel foglalkozó civil szervezeteket, a rendezvényen résztvevő minden olyas valakit, akik a pónilovat kísérik, akik a gyermekekkel rajzolnak, formáznak, testenek. Ezt a kétnapos munkájukat és türelmüket külön nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy Erzsébetváros önkormányzata nevébe, de mint a családpolitikáért felelős országgyűlési képviselő is, azzal a szándékkal és szeretettel készítettük ezt a rendezvényt, hogyha amennyiben ez önöknek is tetszik, jövőre talán még szebben, még szervezettebben, még szélesebb programokkal újra hagyományteremtő szándékkal indítjuk ezt útjára. Úgyhogy kérem, fogadják szeretettel a nap hátra levő részében a programokat, Trabarna profi felvezetésével, én csak a köszöntő részére vállalkozom, és nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk mindannyiunknak.